Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésén az intézmény 380. tanévét nyitotta meg. A közel 400 éves múltra visszatekintő egyetem több mint 2200 hallgatóval kezdi meg a 2014-15-ös tanévet, amellyel a legtöbb érettségizett fiatalt vette fel sorai közé. Az évnyitó ünnepségen államtitkárok és Szentes Tamás főpolgármester helyettes, valamint Hoffmann Tamás polgármester is részt vett. Dr. Mezei Barna, az ELTE rektora beszédében az új rektori ciklus stratégiai irányvonalait ismertette. Stratégiáink alapját azok a törekvések képezik, amelyek Eötvös Loránd rektorsága óta valamennyi sikeres évünket jellemezték. Ezek a budapesti tudományegyetem értékeinek megőrzése, a helytállás a nemzetközi felsőoktatási és tudományos versenytérben, megfelelés a nemzetközi és hazai tudományos kihívásoknak és egyetemünk nemzeti küldetésének teljesítése. A vállalkozás korán sem egyszerű. Azonban jelenthetem, hogy a szerkezetében és kínálatában egyaránt folytonosan fejlődő, hallgatói létszámát gyarapítani törekvő, és ebben az esztendőben ennek a törekvésnek sikeréről számolhatok be, valamint kutatási spektrumát szélesíteni kívánó Eötvös Loránd Tudományegyetem igen jól áll a megvalósítás tekintetében. Az évnyitón elhangzott, minden ötödik felvételiző diák az ELTE-re jelentkezett, amellyel az egyetem továbbra is az ország legismertebb és legnépszerűbb képzőhelye. Az egyetem vezetője kitért arra is, a KSH statisztikái szerint minél képzettebb valaki, annál kevésbé van kitéve a munkanélküliség veszélyének.